Weber György tanítványai február első hetében ismét hazai környezetben készültek a közelgő tavaszi rajtra. Bogdányék a ráhangolódás jegyében az MB2-es bajnokságban szereplő Sziget-Szent Miklós vendégeként léptek pályára február 5-én. A jó iramú küzdelmes összecsapáson a hazaiaktól Kusz duplázott, míg együttesünkből Harsányi és Takács találta kapuba, így a mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult. Csapatunk az edzések mellett ezen a héten több edzőmérkőzésen is pályára lép. Dobosék február 12-én szerdán két összecsapást játszanak le hazai környezetben, az NB3-as Felsőtárkány és a román első osztályú FC Botoszani ellen. A Mezőköves Zsóri Felsőtárkány találkozó 13 óra 30-kor, míg a Mezőköves Zsóri FC Botoszani mérkőzés 15 óra 30-kor kezdődik a Városi Stadion műfüves pályáján. Labdarúgóink ezt követően részt vesznek a Farkas István emléktornán Mezőkövesden. A torna keretében 4 együttes méri össze a tudását a Városi Stadionban február 15-én szombaton. A megméretésen először a Putnok Felsőtárkány mérkőzést rendezik meg 9 óra 30-tól, míg a Mezőköves Zsóri Várda Ese összecsapás 11 óra 30-kor kezdődik. A bronz mérkőzésen 14 órakor indul útjára a labda, míg a döntőt 15 óra 45 perctől rendezik meg a műfüves játéktéren. A szurkolók ingyenesen tekinthetik meg a 2x35 perces összecsapásokat. Harsányiék ezt követően már csak 2 edzőmérkőzésen a Nyíregyháza és a Debrecen ellen fognak pályára lépni. Az MB2 lista vezetője február 19-én érkezik Mezőkövesdre, míg az OTP Bank Liga éllovasához február 22-én látogatnak el labdarúgóink. Weber György csapata az első tétmérkőzést február 26-án szerdán fogja lejátszani a Liga kupában, amikor is a Diósgyőr érkezik városunkba. Az összecsapás 18 órakor kezdődik a Városi Stadionban.